sok szó esett már arról, hogy valamilyen dologba beleragadni az nem szerencsés. Ha beleragadunk egy adott dologba, akkor a többi dolgot mintha kirekesztenénk. Tehát a többi dolog elhalványul és távolba kerül, és nem tudunk igazából arra koncentrálni. Ez azért nem szerencsés, mert akkor az a többi dolog, ami jót hozhatna az életünkbe, az semmissé válik, és egyszerűen elérhetetlenné válik, mert beleragadunk egy olyan dologba, ami nem hoz sokat a konyhára. Persze lehet, hogy sokat hoz a konyhára, de csak az az egy, akkor sem biztos, hogy elégséges mindenféle szempontból. Olyan, mint az étkezés, hogyha csak húst teszünk, az nem biztos, hogy elegendő, mert egy csomó dolog hiányzik belőle, olyan tápanyag, mint a zöldségek, gyümölcsök, krumpli, bármi, ami más étel adhat. Tehát az egyenletesség, a kiegyensúlyozottság itt is fontos. Tehát az, hogy balanszban lenni, azt így is érthetjük, tehát hogy ne akadjunk meg egy dolgon, bármennyire is jó adott esetben, de pláne ne akadjunk meg olyan dologban, ne ragadjunk bele olyan dologban, ami nem tesz eleget hozzá az életünkhöz, és nem kellően jó a számunkra, nem hoz kellő örömet az életünkbe. Tehát mi beragadunk be, vegyük észre, akarunk-e változtatni, döntsük el, és változtassuk, ha szükséges.